Sziasztok, gyerekek! A mai mese címe a harang. Hol volt, hol nem volt. Volt egy kis falu, amely csodaszép földben feküdt. Egyszer nagy ünnepséget rendeztek, ahová mindenki hivatalos volt. Milyen remek mulatság! Ujjongott egy nyuszika, miközben a táncoló embereket nézte. Egyszer csak megkondult egy harang, de olyan hangosan, hogy teljesen elnyomta a zenét. Vajon honnan szólhat ez a harang? Kérdezgette mindenki. Ám akárhogy igyekeztek, senkinek sem sikerült kideríteni a harang szó eredetét. A király sem volt rest, követeket menesztett rögtön, és rengeteg levelet írt az ügyben, és búsás jutalmat ígért annak, aki a titokzatos harang nyomára bukkan. Aki megtalálja, hirdette ki az uralkodó, annak a harangok grófja címet fogom adományozni. Alkonyatkor mindig felhangzott a harangszó, azt azonban senki sem tudta, hogy hol van ez a rejtélyes harang. Egy vasárnap reggel két fiú és egy lány gondolt egyet, és az erdő felé vették az útjukat, hát ha ráakadnak erre a titokzatos harangszóra. Nem tudod véletlenül, honnan szól ez a titokzatos harang? Kérdezték az egyik nyuszit, aki a napon sütkérezett. Sosem hallottam még, felelte a tapsi füles. Tovább mendegéltek, hát s találkoztak egy legelésző szamárral. Tőle is megkérdezték. Meg tudnád mondani nekünk, hogy honnan jön ez a harangszó? A szamár előbb kényelmesen megrágta a fűcsomot, aztán így szólt. Milyen harangról beszéltek? Ebben az erdőben semmiféle harang sincs. Az ifjak így hát tovább mentek, és egyre mélyebbe hatoltak a rengeteg erdőben. Gyertek, kérdezzük meg a baglyot! Javasolt az egyikük. Oda mentek a bagolyhoz, és a leány megszólította. Nem tudod véletlenül, hol van a harang, amelyik minden naplementekor megszólal? Beszéljetek egy kicsit hangosabban, barátaim! Riadt föl a bagoly. Nem elég, hogy kicsit süket vagyok. Már félig elaludtam. Tudjátok, mi baglyok napközben alszunk. Az egyik fiú, akinek a hangja legerősebb volt, megismételte. Nem tudod, honnan ered ez a különös harangszó? Nem, sajnálkozott a bagoly. Én nem is hallottam. Igazság szerint ez a bagoly alig hall valamit. Mivel már nagyon fáradtak voltak a fiatalok, úgy döntöttek, hogy hazamennek. Az egyik fiú azonban meggondolta magát, és tovább folytatta az útját. Ment, mendegélt, egyszer csak egy eldugott tisztásra ért a rengeteg erdő közepén, ahol egy növényekkel befuttatott kis házikó állt. A fiú döbbenten bámulta a házikót. Az eres csatorna közelében indák között egy apró, kicsike, kék harang bújt meg. Az nem lehet, hogy ezt a harangot kerestem, gondolta magában a fiú. Egy ilyen icipici csengettyű csaphat ekkora zenebonát. A fiú ment hát tovább, és egyre távolabb került a háztól. A nap lassan lebukott a hegyek mögé, az erdő pedig sötét árnyak töltötték be. És ekkor egyszerűen bim-bam, bim-bam, felhangzott a harangszó. Onnan jön, balról kapta fel a fejét a fiú. Megnézem arra felé, és elindult gyorsan a hang irányába. Egyszer csak szembe jött vele egy fehér ruhás gyermek. Te is a harangot keresed? Kérdezte tőle. De a másik nem felelt. Akarsz a barátom lenni? Kérdezte. Ha segítesz, talán ketten megtalálhatjuk a harangot. És miért akarod annyira megtalálni? Nézett rá a fehér ruhás gyermek. Neked nincs szükséged a jutalomra, amelyet a király felajánlott. Talán ismersz engem? Csodálkozott a fiú. Igen, válaszolta a gyermek. Tudom, ki vagy, a király fia. Valóban én vagyok a herceg, azért szeretném magammal vinni a harangot, hogy atyám összes alattvalója lássa, és közelről hallja. Ez helyes, mondta a gyermek. Látom, figyelsz másokra.
Hogy ne figyelnék, felelte a herceg, ha majd én leszek a király, igyekszem olyan jól és nagylelkűen uralkodni, hogy mindenki szeressen. A fehér ruhás gyermek igen elégedett volt a választól. Ott a harang, mutatta. Látod? És uram fia, a fejük felett, a felhők és csillagok között ott lebegett egy harang, és messze zengő megkondult. Bim, bam, bim, bam. A harang, a titokzatos harangszó, kiáltotta döbbenten a herceg. Én vagyok az űrangyalod, mondta a fehér ruhás gyermek. Azért találtad meg a harangot, mert jó a szíved. A harangod a fent van tovább, is zeng, és mintha azt énekelte volna. Békesség a jó akaratú embereknek. Akkor magammal vihetem a palotába? Kérdezte a királyfi. Nem, válaszolta az őrangyal, túl magasan van. Ó, de kár, fakadt szinte sírva az ifjú. És nem is láthatom soha többé. Tette hozzá az angyal, csak akkor kondul meg újra, ha egyszer megszeged a fogadalmad, és méltatlanná válsz az uralkodásodra. Ígérem, mindig jó leszek, fogadta meg a királyfi, most pedig haza kell térnem a palotába. Jobb lesz, ha ma éjszaka itt maradsz az erdőben, javasolta az őrangyal. Túl messze van a palota. A herceg így leheveredett a fűbe, az angyal pedig őrizte az álmát. Elkergette az összes medvét, az összes vaddisznót, aki arra kúdorgott. Aludt is reggelig, arra ébredt, hogy a nap beletúlz a szemébe, és bizony sehol sincs az őrangyal. De nem aggódott, mert tudta, hogy örökké mellette lesz. Látja őt odafentről, és valamennyi cselekedetét figyeli. Fölpattant hát egy szarvas hátára, és szempillantás alatt a királyi palotába termett. Hát te meg hol jártál? Kérdezte tőle a király. A harangot kerestem, felelt az ifjú. No, és megtaláltad? Igen, apám, válaszolta a herceg. De olyan magasan volt fenn a csillagok között, hogy nem érem el. Senki sem hallotta többé a titokzatos harangszót. A királyfi pedig nem szegte meg az angyalnak tett fogadalmát. Esti imája közben, nap mint nap ezt ismételgette. Jóságos, nagylelkű király leszek, és minden erőmmel azon leszek, hogy alattvalóim boldogan éljenek. És sok-sok évvel később, amikor király lett, valóra is válthatta az álmát. Nincs még egy ilyen jó, ilyen nagy lelkű király a földön. Ezt mondogatták az emberek. Így is volt valóban. Az ifjú uralkodó alázatosságával és nagy lelkűségével minden alattvalóját boldoggá tette, és bizony betartotta az őrangyalnak tett ígéretét. Így volt, mese volt. Ha nem hiszitek, járjatok utána.